Első bajnoki mérkőzését készül megvívni NB1-es labdarúgó csapatunk nemrégiben átadott új otthonában, a Grupama Arénában. Tomás Doll együttese vasárnap délután 16:30 az újonc Nyíregyháza Spartakuszt fogadja. A szezon eddigi találkozóival, valamint a szabolcsiak elleni meccsel kapcsolatban korábbi legendás labdarúgóink, a VVK győztes Rákosi Gyula és az olimpiai bajnok Szűcs Lajos véleményére voltunk kíváncsiak. Hát ha nem lenne a pápa eredmény, ez a negatív, akkor azt mondanám, hogy megfelel, de még sokat kellene javulni. Amit most vasárnap láttunk a Győr ellen, főleg a másik fél évben, a régi Fradi szép visszajött, szépen lélekkel hajtottak a fiúk. Igaz, a mi időnkben ez a Fradiszi mindig elő volt, azért tudtunk győzni, de nagyon-nagyon gratulálok a fiúknak, a vezérkarnak, eljó csináltak minden, reméljük, hogy folytatás is ilyen lesz. Mondjuk tudjuk, hogy Nyíregyházán a futball azért nem kis hagyományokat hagyott maga mögött. Én azt hiszem, hogy a csapatnak feltétlenül fel kell nőni ahhoz a dologhoz, hogy ezt, amit eddig kivívott, tulajdonképpen ezt meg tudja tartani. Én abban reménykedem, hogy újonc csapat ellen futballozunk, biztos, hogy egy kicsit nehezebb lesz, de én azt hiszem, hogy ezt itthon mindenféleképpen be kell gyűjteni. Én egy csapatot várnék, és ha már látnám azt is, hogy tényleg éreznék egymást, akkor én annak nagyon tudnék örülni. Ezek a úgynevezett elnézés kifejezett sötét lovak, amikor nagyon oda kell figyelni. Ugyanez volt szerintem a pápa meccs előtt is, hogy egy kicsi ugyanat ezeket. Most a Nyíregyháza is nem játszanak rosszul, amit láttam őket játszani tévébe, úgyhogy nagyon meg kell küzdeni azért, hogy eredményesek legyünk. Ez a két mérkőzés kötelező győzelem, mind a kettő, nem nagy képviség, nem leértékelve az ellenfelet, de ha ezeket nem nyerjük meg, akkor mit akarunk?